Hello, sziasztok, itt van velem Csasi. Szia. És az új darabjukra kérdezem, hogy miről szól, milyen? Izgalmas lesz nagyon. Ilyen még nem volt Komlón. Felépítettük Komló első metró állomását, amit jó magam építettem egy hónapon keresztül. Magattuk lehet is látni. Teljesen más vonalat csinálunk most, mint amit tavaly csináltunk. Tavaly egy ilyen hashtag retro vidám kívül darabunk volt. Ez ahhoz képest egy klímakatasztrófa, vegyi háború után zajlódó, lent a föld alatt játszódó kis történet lesz. Spoilerezni nem szeretnék, bár holnap adjuk elő először, ami már ugye teltház, de még lesz három előadás ezen kívül. Wow, ez tök jó. Nagyon jól lett a díszlet, nagyon tetszik. És hogy jött az ötlet, hogy erről szóljon az új darabot? Hát igazából eddig minden évben mókáztunk, meg ilyen kis vicces darabunk volt, úgyhogy most gondoltam, egy kicsit váltunk, megpróbálok belenyúlni egy kicsit komolyabb témába. Majd meglátjuk, hogy a közönség ezt most hogy fogja venni. Nagyon jó. És a táncosaid, hogy fogadták ezt, hogy ez most egy komolyabb darab lesz, nem egy olyan vidám, mint például a hashtag retro? Kíváncsian várták, mert mindig szeptemberről szoktam nekik elmagyarázni, hogy mik vannak a fejemben, olyankor szoktam elkezdeni írni a történetet, és akkor így nem igazán tudják elképzelni még, de nagyjából azért így felfogták, és most látom rajtuk igazán, hogy nagyon benne vannak, szerintem. Nagyon jó, nagyon örülök neki. És akkor a többi előadás még lehet kapni a jegyeket. Igen, jövő héten adjuk elő Bonyhádon, március 6-án, ott szintén teltházban már, viszont március 20-án megismételjük Bonyhádon, és március 27-én pedig itt Komlón, ahol még vannak jegyek, úgyhogy gyertek el, nézzétek már! Várom mindenkit sok szeretettel. És akkor ezt az egészet teraptad össze, a zenéket is te válogattad, mindent. Teljesen egyedül. Igen, így szoktam csinálni minden. Még a jegyeket is én készítettem. Ez ami mindig jó. Speciális, nem csak ilyen kis félbeszakítós, hanem ilyen emlékegy. Ez nagyon jó. Hát kapsz te is egyet. Nagyon szépen köszönöm. Hát akkor holnap találkozunk. Én nagyon sok sikert kívánok nektek, és gyertek el, minél többen nézzétek meg. Köszönjük szépen. Sziasztok! Sziasztok!